Jó napot kívánok minden komáromi szeretett hallgatónak, néniknek, bácsiknak, kisgyerekeknek, nagygyerekeknek, aki én hozzám járt sportolni, és mindenkinek, aki ezt a várost szereti. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és egy-két gondolatot engedjétek meg, hogy most a szülinapomon, igen, megosszak veletek. Hallottam, ugye, az emberek között, hogy most a sláger az a probléma, hogy a sétáló utcát meg kellene nyitni, mivel, hogy ugye ottan az üzletek tönkrementek, még hát nem tudják az árut oda behurcolni. Hát igen, van ebben sok igazság, rengeteg igazság van benne, ugye? Meg kellemetlen azoknak, akik ottan tulajdonosok és üzleteik vannak ott, és nem tudják behurcolni az árukat. Úgyhogy itt nagyon sok érv elhangzik ez körül, mindenféle érv a városban, igen? Hát én nekem mondjuk ilyen nézetem van hozzá, hogy mint őskomáromi lakosnak és a szüleim és meg az összes őseim, elődjeim mind itt születtek le, ugye sok ezer évvel ezelőtt Komáromban, Évkomáromban. Hát nagyon megfontolandó ez a dolog. Sétáló utca, ugye? Sétáló utca. Az én gyermekkoromban sétáló utca olyan volt, ezt igazolhassák a többi idősebbek is, hogy szombat-vasárnap, igen, a családok százai gyerekekkel, babakocsikkal kimentek ebéd után sétálni. A Nádor utcára úgy hívják, hogy Palatinová. És az nagyon nagy öröm volt, hogy ottan mind gyerekek futkostunk a szülők között, igen, szórakoztunk, jól éreztük magunkat, és így tovább, szombat, vasárnap. De ott tömve, tömve volt az utca. A szeretet uralkodott az emberek között. A mai nap nem igen látom ezt, hogy a szeretet ennyire uralkodna. Mindenki a tévével van elfoglalva, internettel, mobillal, autóhercegéssel, ugye, okoskodással játszani az ész, és így tovább. Hát kérem szépen, akkor az volt a divat. Tehát minden városban van ilyen belső rész, ilyen meghitt rész, igen, ahol tulajdonképpen jó lenne, ha mondjuk ilyen kávéházak, cukrászdák, esetleg mozik, ilyenek lennének, ugye, ahol fagylajtozók, stb. Ahol az emberek ugye pihenni mennek, sétálni, beszélgetni, felszabadulni hétvégén. Már az emberiség között az irigység van. Aztán nagyon sok között az észjátszás, ugye? Vannak ünnepi sofőrök, aki csak szombaton vagy vasárnap ül bele az autójába, egyet pördül, mert nem is engedheti meg magának, ugye, hogy a benzére csak szórja össze-vissza a pénzt, ugye? Úgyhogy ezeket a dolgokat így figyelembe kell venni, és sokféle gondolat van itt az észben, ugye? Ott, ahol a Tatra mozia volt, Tatra mozi van, ugye, hát arra felé ördültünk végig, azon az úton szépen lassan sétálgattunk, és mentünk itten a Lutpiarc felé, igen, és föl a Nádor utcára. Nádor utcánál végig, ott a volt Kovács Patika, Szent Háromság, ahol valójában megfordultunk, és jöttünk visszafelé. Tehát így körös-körbe sétált a nép, jól érezte magát, bementünk cukrászdákba, családok, édesanyám, édesapám, bevitt, stb. Ugye ez volt a szokás. Tehát, ha kávéházak, meg ilyen szórakozó helyek, ugye, bor, stb., ahol árusítanak, ha mondjuk ilyenekkel volna ottan tele, akkor ez jó lenne. De itten, hála a jó Istennek, igen,
Már mennek tönkre ezek a túlkultúrált műsorok. Nem tudom, ki volt az a hülye, aki megengedte a papírüzlet mellett a Arkánál. Hogyan is hívták azt a helyet? Mit? Debil. Debil. Én úgy tudom, hogy debil. Igen, hát tele volt debilekkel. De hála a jó Istennek, ugye saját maga energiáit fölemésztette ez a csodálatos hely, ami oda abszolút nem passzolt a templom mellé, ugye, a Jókai Művelődés Központ mellé, a Duna Múzeum, stb. Ugye? Akkor volt a másik debil műsor, ugye, amit szintén a Városi Tanács megengedett, ugye, megengedett. Tehát akkor milyen szinten lehet, ha a Városi Tanács ilyet megenged, ugye, egy Városi Tanács. Hogy hívják ők ottan, ahol van a Aracki üzlet, ott alul lent, igen, ott is volt egy ilyen híres kocsma, tele hülye gyerekekkel, igen. Hát a hülye gyerek, ugye, mit csinál? Hülyeséget, drága jó tisztelt uraim, képviselő urak, figyeljetek. Kijön onnan, beiszik, berúg, összehányja, összerandítsa a területet maga körül, össze is firkál a falakra, a műemlékekre, kiteszi a tudását a falra, hogy mindenki lássa, ugye, Orokkörösztől kezdve minden, ugye, erre nagyon nagy szükségünk van, az ott a Blaskóéknak volt a háza alatt, ugye. Ilyet eresztettek meg a város szívébe, akkor ott van a harmadik, igen, mondom, szintén kulturált, ugye, a hülye gyerekeknek a parkban. A tiszti pavilonban ott lent volt az a baromság, hogy hívták azt a narkótelepet? Zeppelin. Zeppelin, csodálatos. Az a Gécs úrnak a csodálatos műve. Hát a Gécs úr is nagyon nagy szinten lehet, ugye, ha ilyenén ragaszkodott. Hál' Istennek a energiái elfogytak, annak is ugye tönkre ment, bezárt, ugye? Ilyet a képviselő uraknak tisztelettel meg sem lehetett volna engedni. Egy normális városban ilyen baromságokat megereszteni. Megyünk tovább. Még egyre emlékszek, ha jól tudom, igen. Segítséget kérek itt a fiataloktól, igen. Az pedig ott, ahol van a fekete kutya. Igen, a taxisok vannak, ugye ott a saroknál, és általában van a fekete kutya. A fekete kutyánál szintén, benne a kapu alatt le lehetett menni a pincében, szintén csodálatos szórakozó helyé alakult ki, igen. Füst, narkó és pia, ugye, meg a hülye gyerekek. Hát ezek nem maradhatnak le sehonnan a hülye gyerekek, ugye? Mert ezek tudnak szórakozni, tehát ezek mellé természetes dolog, hogy párosulnak a cigány gyermekek is, ugye miért? Hát már jól érzik magukat. Onnan kijöttek, parkba tönkretenni a padokat, ugye befirkálni, agyongyúrni, tönkretenni. Hát ez fontos egy ilyen város, és a képviselőnök megengedték. Hál' Istennek abban is elfogytak a energiái, igen? Úgyhogy, és most a sétáló utcáról beszélünk, ugye, mert ez mind a sétáló utcán volt így körös-körbe, ahogyan mondom, igen? Hát természetes dolog, hogy most még jönnek elő a problémák. Hát kérem szépen, én mondtam egy-két ilyen dolgot, ami azelőtt itt volt, és az én nézetem szerint ilyen belvárosban nem tudom, hogy olyan üzleteket kellene itt tenni, amiben árut nagy mennyiségben kell behordani, ugye, és állandóan kell behordani, ugye. Sajnos ott vannak a ugye, tulajdonosok, akik ott születtek, meg örökölték egy részt, megvették azokat a házakat. Ezekkel a dolgokkal számolni kell nekik, ugye? Hát ha esetleg a városi vezetés megengedni, akkor vagy próbálják megbeszélni úgy, hogy másfajta termékeket áruljanak esetleg, vagy csináljanak olyan dolgot, amit mondjuk egy órára kinyissák és behordják az árut oda, ugye, Annó utcákba, stb., ugye, és mennek az mindenhova a tisztipajontól kezdve az orvosokhoz, stb., ugye, bejárnak. Hát én szerintem ezt nagyon-nagyon át kell gondolni a város lakosságának, hogy mit csináljon. De viszont én szerintem mondjuk olyan, mint a Klapka, ugye, a szórakozó hely, hát az oda való. Igen, az oda való.
akkor olyanok, hogy ilyen tömbvirágárus, hát az is jó ott a városházam, ez föl, ugye vannak esküvők, stb. Ugye még ilyen idegen turista központok, ugye, amik vannak ottan, iroda, ugye hát ez mondjuk hát oda bevaló. Aztán olyan, mint van ottan, árulnak ilyen mindenféle gyümölcseleket, stb. Ugye, hát ezt meg tud ottan élni, miért? Mert hát nincsen neki ottan gond, probléma árut behordani. De mondjuk olyan, mint a vaskereskedés, ugye? Hát nem tudom, nem vagyok róla még győződve, hogy az ottan jó helyen van. Tehát a vaskereskedés próbáljon onnan, ugye? Már próbált ki utóbb, megpróbált a hetes lakótára, itt a gázgyárnál is van egy részlege neki, ugye? Viszont az az üzlet, az még, hát árul azt, amit nem kell neki ebbe, hanem be tudják hozni, ugye? Én szerintem azt az üzletet is jobb lett volna, ha én lettem volna, akkor úgy csináltam volna meg, hogy hát kimentem volna a katolikus templom mellett, ami van az a raktár részig, és ott csináltam volna egy ilyen segéd üzletet, vagy segéd raktárt, vagy mert oda még be lehet hozni, ugye úgy, ahogy az árut, igen. De hát kellene ott, amilyet a Szabó úrnak valami olyasfélivel gondolkozni, ami én szerintem a városnak a belsejében jó, igen. Akkor vannak ott a bizonyos kávéházak, oda még nem igen tudnak menni az emberek, mert pénzük nincsen. Azok, akik még elmennek, ugye a fiatalság, ugye 5 euróval a zsebében, az meg mit fog csinálni? Megissza a kofolát, attól szívdurranik a feje, meg a szíve, igen, mert erő van, dolgozni nem akar, csakolódni, a szüleit zsarolja ki azért a 5-10 euróért is, igen, úgy nyöszörök, könyörök, hogy adjanak neki, az még munkanélküli segélyből él jóformán, igen. Munkalehetősége nincs a fiatalnak, dolgozni nem is akar, el is szokik tőle. Aztán nagyon sokan rászoknak ugye a narkóra és így tovább, és akkor bent a belvárosban csinálják a cirkuszt. Én már mondtam többször is, de hát a Jóisten igazságos. Megmondtam. Fölhívta energiáját ez a buta műsor a Zeppelin, fölzabálta a saját energiáját a buta műsor a arka mellett az a debil vagy micsoda, saját energiáját fölzabálta, kérem szépen, a harmadik, amit itt mutattam, a fekete kutyánál, igen, ezek a szórakozó helyekben, ezek a fiatalok nem tudnak szórakozni, ugye? Csak a pénzt költenék, ha volna, mert lássák a tévébe, hogy nyugaton hogyan él a néger, meg ezek a többiek, ugye? Hát úgy élnek, úgy, ahogyan tudnak, ugye? Tele pénzzel, így van, meg narkóval. És akkor a hülye fiatalság ugye nem dolgozik, sportolni sincs kedve, nincs kedve, mert musta, igen. Akkor kiszíja anyjának a véréből azt a pár eurót, és akkor abban rendetlenkedik a padokat, minden tönkre tesz, a parkokat, stb. Igen, összerandítsa. Mit várunk ilyen emberektől, aki megeszik például egy lángost, ugye a parkban, és a papírját eldobja. Aki rágyújt a cigarettára, és ledobja a földre. Miért dobja le? Hát mert nincs a pad mellett egy kis hamutartó, vagy csiktartó, ugye, amit mink nem csinálunk még, mert még padot se tudunk rendesen alkotni, igen, padot se. Tehát akkor nincsen hamutartó, mert ha mit csinál, leszórja a cigarettás, ugye miért? Mert hát ő cigarettázik, igen. De abba beletérné, ugye a pad mögött volna egy ilyen kis hamutartó, igen, akkor ő a cigarettacsik, akkor abba beletérné esetleg, ugye esetleg, ugye. Akkor jön a hülye gyerek, a cigány gyerek, igen, ülök a parkban, ugye ottan a volt törpéknél, hát csodálatos ottan az, nagyon szépen kinéz, igen, az gyönyörű, ez a Fekete Pistának alkotmánya. Ilyen szökőkutat még máshol nem láttam, ez csodálatos. Az meg lehet csodálni, az ilyen ondorít, okárni való, hát egy cső meghajlítva, ugye kifúrva. Még ilyet? Atya úristen! Törpéket eltávolították onnan. Miért? Hát, hogy a cigányok miatthassák le a rossz vasba, ugye? Érted? Még szerencse, hogy a gyerekparkban még nem lopják el, és nem adják a rossz vasba. Na, tehát nincs átgondolva fölnőttileg itt semmi, aztán csodálkozunk, még a nyilvánosságot szólítassuk meg, hogy mondják meg a véleményüket. Hát, itt a vélemény, igen? Ahogyan mi saját magunk dolgozunk, szarul, bocsánat, így, igen, az neki a tükörképe, ahogyan a fiatalok is itten vannak.
Hát én mondok egy tippet, ha már ennél vagyunk, igen. Na, tehát a sétáló utcára röviden ennyit, ugye, hogy oda szórakozó helyek körülnek, stb. Ilyen könyvtárak körülnének, tejázók körülnének, meg ilyen cukrászdák, ugye ezt mondtam, ugye meg ilyen színvonalas szórakozó helyek, ilyen, mit tudom én, bort árulhatnának ott üzletékben, stb. Ugye, meg ilyeneket, ugye borozók, meg mit tudom én, sörözők, de nem olyan sör, hogy a ocska sör, hanem a drága sör, amit csak olyanok tudnak megfizetni, hogy kulturáltan is tudnak viselkedni. Igen? Tehát ami van szortiment, az ahogyan dolgozunk, úgy néz aztán ki ez. Úgy néz ki. Na. És kérem szépen, ez a sok hülye gyerek, igen, hát már hál' Istennek, hogy a debil elpárologtak, ugye, mert tönkrement, elfogyott a energia, akkor már nincsen zeperin, ugye, ahol ottan egymást kökötték késse, zsaruk meg kimentek oda nap mint nap, ugye, ez csodálatos szórakozás volt a környéken, nem tudtak aludni, mert nem zene folyt, hanem a ordítás a parkokba, ugye, meg a narkósok futkosása, még ilyen lökött gyerekek, igen. Na, de hát ők, ugye, nincsen nekik helyük hova menni. Hát adjunk nekik lehetőséget, tele vannak energiával, csináljanak magunknak beton építményt, ahol 69 ezer decibelrel hallgathassák, nem kevesebbel, 69 ezerrel vagy 70 ezerrel azt a zenét, azt a dobot, igen, ami tönkreteszi a szívüket, a vérnyomás minden tönkreteszi, igen, építsenek ők saját maguknak. Ezt ajánlom a képviselőknek, mégpedig megmondom, hogy hol. A Reál kút, ahol van, áttelembe a Madzagoson, igen, ott azon a szemétdombon, igen, ahol voltak az állatok, igen, mert állatok helyett állatok kimennének oda, igen, ez lehet így. És oda buszjárattal vagy ahogyan akarnak menjenek ki, ottan bömbölhetnének egy betonpalotába, amit maguknak építenek, körös körül véve dróthálóval, hogy részegen, narkós állapotban ki se tudjanak onnan jönni, még egy sor dróthálló, oda kutyuskákat tenni, hogy azoknak még őrözzék is őket, igen, hogy ottan jól érezzék magukat, 90 ezer decibelnél ottan tudjanak tömbűni, bömbűni, feküdjenek ki ottan, ahogy elfáradnak, utána megint. És a narkót nem elégetni, amit összeszednek a narkósoktól, hanem odaadni nekik, csak is ott lehet fogyasztani helybe, igen, hogy ott jól érezzék magukat. Ott érezzék jól magukat, igen. De más ne élvezze az ő baromságukat azáltal, hogy ők ott beisznak, beszeszelnek, vagy benarkóznak, igen. És akkor jönnek a városba, és a kultúrájukat itten élvezik. Tönkre zúznak, szemétládákat fölforgassák, igen. Autókat ütögeti ki ilyen, nem tud a másik ember aludni, az meg ugye riasztó megszólal, ugye. És ilyen szóra, és mindent befirkálnak a hülye leányok, meg befújnak mindent, ugye. Ugye ez így néz ki. Igaz is. Igen. Igaz is. Hát miért nem lehet a város vezetőségnek mondjuk az én kotkodákolásomat például egy kicsikét méltányolni, átgondolni, igen? És venni belőle tanulságot, igen? Hogy a hülye gyerekeknek a hülye műsorát tegyék ki a városon kívül. Ne pedig nekünk jöjjön élvezni, még aztán a következményeket abból, hogy a hülye gyerek beizik. Igen, dolgozni még nem akar. Dolgozzon! Építse magának betonpalotát, igen, ahol ugrálhat, mint a hülye, igen, mehetnek oda a leányok is, meg a narkósok, csak olyanok mehetnek, igen, és azoknak ott kell bent élvezni addig, amíg ki nem józanodnak, addig nyeretszék ki őket. Igen, 2-3 kerítéssel körülvenni, és ottan szépen a kutyuskák is őrözhetik őket, és állandóan vigyázzának ottan rájuk, ugye, az angyalkák, mert ők megérdemlik. Köszönöm, hogy meghallgattatok, kellemes Mikulást kívánok, igen, esetleg a szükség van Mikulás bácsira, igen, van itt egy jó barátom, a Berecz úr, igen, aki a télapó szerepét el tudja játszani, úgyhogy gyerekeknek örömet csinálni. Sok szeretettel üdvözöllek, kedves komáromiak, igen, sok erőt, egészséget kívánok mindenkinek, és nagyon kellemes Mikulás ünnepeket. Úgyhogy gyerekeknek örömet csinálni. Sok szeretettel üdvözöllek, kedves komáromiak, igen, sok erőt, egészséget kívánok mindenkinek, és nagyon kellemes Mikulás ünnepeket.